Október 3-án volt Györffy István halálának 85. évfordulója, erre koszorúzással emlékezett a néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémikus nevét viselő iskola diáksága, illetve pedagógus kara. Györffy István életének és munkájának méltatásával tisztelgünk névadónk Györffy István néprajztudós emléke előtt a hazánknak adott tudásért. A népi tárgy, munka, életmód, szokáskultúra kutatója, aki a népből sarjadt tudóssá. Nem csak tudós volt, hanem közéleti ember is, aki nagy hatással volt a magyar művelődésre. Elődiskolánk 1962-ben vette fel Györffy István nevét, mely név továbbviseléséhez 2015-ben az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülésekor a Györffy utódok írásban adták hozzájárulásukat. A József Attila úti iskolaépületben Kovács Imre 1962-ben készített mellszobra és Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár festménye őrzi emlékét az aulában. Október 8-án pedig annak volt 40. éve, hogy az iskola épülete felvette a Györffy nevet, amely iskola idén 10. tanévét kezdte. Ezt a jubileumi évünket a Györffy 10 rendezvénysorozat keretében szeretnénk emlékezetessé tenni a tanulóink és a kollégáink életében. 10 kiemelt programunk lesz, illetve nagyon gazdag a rendezvény naptárunk, hiszen sok programot állítottak össze a munkaközösségek, a diák önkormányzat és az óvodásaink is. A Györffy 10 kiemelt rendezvényeink közé tartozik egy teremtésvédelmi keresztút, amelyet a teremtett világunkért járunk a templomban, illetve jó idő esetén a Kálvária dombon. Aztán lesznek megemlékező ünnepségeink, illetve nagy lépés az iskola történetében, hogy a 10. évfordulóra, hiszen 10. éve, hogy a katolikus egyház fenntartásába kerültünk az Egri Főegyházmegyében, egy iskola kápolna kialakításához kezdtünk hozzá a József Attila úti iskola épületben. Az iskola kápolnát várhatóan tavasszal szentelik fel, a Györffy 10 záró eseményét pedig a diák önkormányzat rendezi Happy Ten címmel.